A nyíregyházi közgyűlés csütörtöki ülésén tárgyalt az energiaválság miatt szükséges takarékosság intézkedésekről. Az előterjesztésből kiderült, hogy jelentősen növekednének a rezsikiadások, ha nem lépne a testület. A távhő esetében csak nem 10-szeres, az elektromos áram esetében 4-szeres, a földgáz esetében 6-szoros drágulást kellene kigazdálkodni, míg a városi tömegközlekedés támogatására 1,3 milliárd helyett 3,3 milliárd forintot kellene fordítani. A működőképesség fenntartása érdekében a következő intézkedéseket hozta meg a testület. Már bezárt a városi uszoda, a Júlia fürdő és a fürdőház. November 1-től bezár a Continental Arena, a Színbád, egyes közösségi házak, a Kölyökvár, a Városi Galéria, a József András Múzeum, a Megyei Könyvtár és annak örökösvöldi fiók könyvtára. Szintén november 1-től rövidített nyitvatartással 10 óra és 15 óra között fogadja vendégeit a Nyíregyházi Állatpark. November 7-től az Ózon Hotel és a Pangea Hotel csukja be kapuit. November 15-től nem fogad látogatókat a Sóstói Múzeumfalu, december 1-től pedig a Pálinka ház sem. December 1-én bezár a Bencs Villa, december 16-ától pedig a Móricz Zsigmond Színház. Január 1-től a jégpálya, január 9-től pedig az Aquarius élményfürdősen fogad vendégeket. Nem zár be viszont az atlétikai centrum, a Hotel Dzsungel, a Pál Gyula terem, a Kertvárosi Közösségi Ház, az Alvégesi Művelődési Ház, a Borbányai Művelődési Ház, a Kálai Gyűjtemény és a Vécsei utcai könyvtár. A közgyűlési vitában Lengyel Máté jobbikos képviselő nehezményezte, hogy az előterjesztést csak szerda délután ismerhették meg. Rövid idő volt álláspontjuk kialakítására. Én azt sajnálom, hogy egy ilyen horderejű előterjesztésnél, az előterjesztés az tegnap 17 óra magasságába került fel az internetre, és vált elérhetővé, és például pénzügyi bizottsági ülés nem is volt ezen a héten, hanem most közgyűlés előtt 9 órakor tárgyaltuk rendkívüli bizottsági ülés keretében többi bizottsággal együtt magát az előterjesztést. Halkóné dr. Rudolf Éva, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője válaszul azt mondta, kétszer is tartottak megbeszélést az ellenzéki képviselőkkel, a jobbikos politikus egyiken sem vett részt. Bizony csípőből jöttek ezek a nem szavazatok úgy, hogy ott semmilyen kérdés és semmilyen hozzászólás nem fogalmazódott meg, és számunkra pedig ez a nagyon szomorú, képviselő úr, én úgy gondolom, hogy a frakciótársaim nevében is mondhatom ezt. Jeszenszky András, szocialista politikus úgy fogalmazott, a kormányzat ebben a nehéz helyzetben magára hagyta az önkormányzatokat. Az állam és a kormány ebben a kérdéskörben most magára hagyta az önkormányzatokat, és ezzel a gazdasági helyzetekkel együtt, a gazdasági helyzettel együtt, ami önmagában egy jelentős krízist okoz, még nagyobb bajba sodorta az önkormányzatokat, amely problémáknak a megoldását pedig ráhagyja a helyi közösségekre és a helyi politikai vezetésre, emiatt pedig nyilvánvaló, hogy nem fogjuk tudni támogatni ezt a megtakarítási csomagot. A Momentumos Babosi György úgy látta, a kormány okozta az energiaválságot, de nem segít a helyi önkormányzatoknak. Az elmúlt 12 évben az országos illiberális és unortodox gazdaságpolitika végeredményeképpen oda jutottunk, hogy ezt a, hogy is már szépen mondom, sittet, ezt az önkormányzatoknak kell ellapátolnia. Én ezért vagyok felháborodott. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy ez egy nehéz, minden szempontból megvizsgált előterjesztés, amely december 31-ig rendezi az önkormányzati intézmények helyzetét. A jövő évi rendelkezésekről várhatóan a novemberi közgyűlésen döntenek. Nem lesz lehet olyan kényelmes, de sem minden alapvető ellátást biztosítunk, erre törekszünk. Ami pedig a kormányt illeti, hogy kit hagyott cserbe, kit nem, a kormánynak van egy költségvetés, a központi költségvetés is könnyű helyzetben, és ott az a döntés született, hogy elsők az emberek, ez a rezsicsökkentés erről szól, azért emellett nem menjünk el, tehát minden háztartás, ahogy a pénzügyminiszter mondta, körülbelül átlagosan 180 ezer forint havi támogatást jelent, másrészt pedig két munkahely védelmi, munkahely megőrzési program, és hát ezt követően jönnek, de én azt gondolom, jönni fognak az önkormányzatok is. Most ebben a helyzetben nekünk ezeket az intézkedéseket meg kell tennünk a város érdekében. A testület egy órás vita után 13 igen, 7 nem és 1 tartózkodásra fogadta el az előterjesztést.